Üdvözöllek titeket itt a Rezidencia csatornáján. Az év első havának első videójában szeretnék újra egy ilyen zenei CD-s bemutatós videóval jelentkezni. Ezt decemberben is megtettem, csináltam már egy ilyet. Megérkezett a maradék két CD, amit még annó előző hónapban rendeltem, de ő még csak most jutott el az online webshopba, és úgyhogy meg is rendeltem. Annyi, hogy az egyik, az sajnos nem volt, a Saliva nevű együttesnek az első CD-je, így azt lecseréltem egy másikra. De nem is bánom, mert az is egy kedvenc zenekaromnak a lemeze, korai lemeze. Van, és húzzuk tovább az időt. Annyi még, hogy hozzáraktam még egy plusz CD-t, csak azért, hogy hát egyrészt, hogy a tartalom ki legyen töltve, másrészt pedig azért, mert az egyik kapcsolódik a másikhoz. Na, rögtön itt az első, időrendi sorrendbe haladva, az 1995-ös Rammstein debütáló CD-je, a Herzöleid nevű album, amikről ismerni lehet, mert szerintem sokan nem ismerik ezt a lemezüket, ismerős videóképes dalról a Durrës szugút, vagy éppenséggel a Rammstein, ami hát eleve az együttesnek az a dala, amiben emléket állítanak a légi katasztrófa áldozataira, mert innen is ered a bandának a neve, a Rammstein nevű településről. Németországban annyi különbséggel, hogy azt csak egy M-mel írták, és ez a plusz M betű a Rammsteinban, ezt állítólag a média így különböztették meg a várostól a banda nevét, és akkor így rájuk ragadt a Rammstein. Na hát eléggé minimális CD-je van neki, hát nem is ez a lényege, hanem inkább ami itt ebben rejlik, az artwork. Hát igen, ilyenkor még nagyon fiatalok voltak ám a tagok. De jó, hogy egyébként dalszöveget kapunk melléje. Ez viszont szerintem ez egy pozitívum. Úgyhogy mindenki ilyen gyönyörű, szép fiúsan le van fényképezve. A következő szám. Na. Cuki fiú Lindemann. Azt akkor pont a Z-Man című dal van oda belinkelve mellé. Ez a közepe. Ez van egyébként benne. Ebben van is egy képkocka. Meg utalása a Durrës szugút című számnak a videóképe, mert abból kettő darab készült. Az egyikben hát elég ilyen minimalista megjelenés van, hogy így félmeztelenül jelennek meg a klipbe. És ott található meg ez a virág. És van egy még egy újraforgatott klipje, ugyanennek a számnak, ami hát inkább a filmbe illő, az sokkal igényesebb. Hoppá, aha, egy picit mint átázott volna, hát erre jobban kéne majd vigyázni. Na, folytatva, a Herzöleid című dal, és akkor végén a Rammstein. Ez volt az első lemezük. Nekem a személyes kedvencem róla, az első album első száma. Hát, ha akit érdekel, az keresen rá neten. Volt ér Das Bett in Flammen Sehen a címe. Úgyhogy nagyon rövid címe van neki. Következő. Haladva. Az évszámok a 1997-es második Rammstein CD. Ez az, ami most megérkezett. Ez lett a Saliva helyett. A Sehnsucht, nem tudom, hogy jól ejtem el ki. Sehnsucht nevű album, elnézést a béna német akcentusért. Na hát háttérképben egy ilyen, nem is tudom, Hawaii-szigeteket akar ábrázolni, vagy nem is értem. Nem tudom egyébként mi közel van hozzá, mert lehet csak én nem találtam meg a dalszövegben az utalást. Ezen az albumon azok olyan sikerszámok vannak rajta, mint például a Du hast, mert az ki nem ismeri, vagy az Engel. Egyébként az az egyik nagy kedvencem róla, az Engel. Vagy az Altermann, vagy a Bügdich. Ugye a Bügdich az arról híres, hogy 1998-ban akkor meghívta a Rammsteint az USA-ba, hát akkor még ugye nem voltak annyira népszerűek Amerikában, és annyi a lényege neki,
hogy előadták a Duhasztot, és ezt a Bügdi nevű dalt, hát eléggé érdekes megvalósításba. Akit érdekel, az keressen rá, 98 Family Wells Tour, és akkor rájön, hogy miért is csukták egy éjszakára börtönbe Lindemannt, miért állították elő. Állítólag, a plegykák szerint legalábbis így volt ennyi plusz érdekességet. Hát ennek is ilyen minimalista lemeze van, de egy baj legyen vele, mert egyébként ez már nagyobb változásokon ment keresztül, mint az első lemez. Na most honnan is kezdődik ez? Igen, mert ez olyan, hogy ilyen, tehát kinyithatós teljesen az egész. Itt is mindenkiből van egy ilyen, hát elég ilyen beteg pszichopata artwork az összes bandatagról. Azt mondja, itt van Lindemann, ez mindig úszó szemüvegnek szoktam hívni, amikor ezt veszi fel. Hát annyi a lényege, nem tudom mennyire látni, hogy ki lehet nyitni. Elméletileg, na. Egész jó pofás. A Linkin Parknak a 2014-es albumán volt ugyanilyen. Jó, hát a Rammstein az előbb csinálta. Megfordítva pedig, megtaláljuk, hát azt a gyönyörű szép Hawaii szigetese, nem tudom milyen trópusi vagy mediterrán tengerpartnak a panorámáját, és elejét a végéig a dalszöveget, úgyhogy fincsi csemege, szóval aki németet szeretne tanulni, akkor az itt megtanulhatja. Nekem is van mit gyakorolni, az angolra jobban kivékülök. Na, ugrunk egy picit, és az utolsó pedig nem más, mint a Linkin Park 2003-as Live in Texas koncert CD plusz DVD lemeze. Meteora után ugyanebben az évben jelentették meg. Hát mivel elég ismerem a Linkin Parkot, nevezhetem én már magamat olyan fanatikus rajongónak, hogy merem már úgymond kritikákkal élni, vagy kritikákat mondani róluk, hogy nem tudom kinek az ötlete volt, de elméletileg nem Mike Shinoda-nak az ötlete, de egyébként valószínűleg a tévedek, hogy a CD-n lévő dalok le lettek szűkítve, és nem találtam meg az összes az, amit a DVD-n találsz. Tehát például kivették a Don't Stay-t, kivették például a With You-t, kivették a Place For My Head-et, tehát aki csak CD-t akar hallgatni, ezek nincsenek rajta. Nem tudom, kinek az ötlete volt ez. Na lényegtelen, én már régóta fájta fogom erre. Szóval meg is mutatom akkor, aki esetleg nem látta. Itt a teljes setlist. Koncertről itt van a DVD-je. Hát itt érdekesen oldották meg, mert ezt, na azt mondja, ez nem olyan egyszerű. Na hát ilyen kinyithatós formában van a CD-s része. Na, akkor nézzünk ebbe a belsőbe. Hát igazából itt csak fényképek lesznek, de egész jó fényképek. Chesterről, hát igen, a felzserézett fekete hajával. Szőkében szerintem egyébként jobban nézett ki Big Theory idején, de ez csak egyéni vélemény. Chester és Mike. Jó elkapott képek. Mi van még itt? Újabb Chazzy. Igen, Brad meg Phoenix. Hát egyszerű kis fényképek, max a színekkel játszottak a készítők. És ezért egy jó elkapott kép a jó kis torna csukájába, meg Rob a dobos. Hát így közelről nézve nem is tudom, eléggé pixelesnek tűnik a kép. Nem is tudom, hogy hogyan gondolták ezt, ez egy bekerüljön, de nem tudom, így elég gázos. Tehát ilyen rácsozott, mikor rázummal az ember a DVD film közben nyom egy kétszeres vagy négyszeres zoomot, azt akkor látja így a pixeleket. Na mindegy. Folytatva pedig egy ilyen montázs féle dolog. Ezek egyébként jók lettek.
Ezek nagyon jók lettek. Aha, igen, és akkor a... Igen, Mr. Horn eldobja a szemplerét. Hát nem minden koncertet csinálták ezt, hogy a drága jó hangszereket eldobják meg, széttörik a koncert végén. Biztos a show része volt. De egyébként egy nagyszerű koncert volt. Ezen a turnén ugyanúgy a Linkin Parkon kívül játszott még, ezt még említi is Chester a két szám között, a koncert alatt találkoztak a Metallicával, a Limp Bizkittel, a Mudvayne-nel meg a Deftones-szal, mert ők így együtt koncerteztek. Azt nem tudom, hogy pontosan ugyanezen lapon volt, de ugyanitt ezen a helyszínen. Van is egy nagyon régi fotó neten, ahol James Hetfield Chesterrel, azt hiszem Michael, és azt hiszem Fred Durst-e van lefényképezve. Lehet, hogy keverem a kombinációt, de az biztos, hogy Chazzy. Tehát mindegyik együttesnek az énekese, a Metallica, a Bizkit, Linkinnek az énekes, az együtt egy képe rajta van, úgyhogy az le is mentettem egyből, mikor azt megláttam még évekkel ezelőtt. Na ennyi lett volna ez a lemez bemutatós videó, mert picit túlnyújtott volt, próbáltam vele vinni egy plusz információt, akinek tudtam újat mondani. Legközelebb egy másik, teljesen más tartalma fogok jelentkezni. Ha minden jól megy, még e hónapban, de nem ígérek semmit. Jók legyetek, kitartást, sziasztok! És a Linkin legyen veletek!